A mechanika bevonulását láthatjuk. Kérünk egy indulót. Köldök zsinór. Szóval nem ez a mutasd meg távcsövedet mozgalom, mert oda megyünk személyesen inkább. Mondjuk behozná a villamoszéket a Kocska Tamás ide, az elég érdekes lenne trélerre együtt. Kivernénk a falat két oldalt, és lenne egy ilyen tréler alakú bejáratunk. Oké. Okay. Megbeszélted a fiúkkal? Jó. Hol a számítógép? Jó, hozzátok? Jó. Jó, mindjárt összerakjuk akkor. A Gyulával vagy a Gáborral beszéld meg. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a N plusz egyedik tarjáni táborban. Ha kicsit izzatnak meg gyűrötnek tűnök, akkor azt kérem, senki ne higgyen a személynek. Én valójában üde vagyok, friss és kívánatos. Legfeljebb ez nem látszik. Elnézést a kis intermezzőjét, de be kellett pakolni, mert úgy gondolom, hogy amiről szeretnék beszélni, az a maga valójában megtapasztalva sokkal impresszívebb lehet, mintha csak szárazan beszélnék róla. Én külön ilyen szép prezentációt, mint az elődeim, az előttem szólók nem készítettem. Sok oka vannak, most hagyd ne soroljam, viszont helyette, mint említettem, behoztam magát azt az eszközt, amiről beszélni szeretnék. Röviden a dolog úgy kezdődött, hogy Pap István barátom, akivel annak idején együtt kezdtünk csillagászkodni, azt ne kérdezzétek hány évvel ezelőtt, mert nem akarom megmondani, megkeresett azzal, hogy van egy ötlete, amit meg kellene valósítani, és ebben esetleg én is tudnék segíteni neki, így végül is összeálltunk, és ezt a bizonyos TDM-et, vagy Telescope Drive Master névre keresztelt berendezést kifejlesztettük. Erről szeretnék most egy pár szót szólni, hogy mi is ez, mit tud, hogyan készült, és mik a terveink vele. Nagyon röviden azért, mert a megjelenteknek az amatőr csillagász vagy csillagászati ismeretei, gondolom, eléggé begyesek, biztos vannak kezdők is, meg nagyon-nagyon öreg motorosak. Csak egy pár szóban összefoglalva, ugye a csillagászati méréstechnikában, fényképezésben egy örökké visszatérő probléma, hogy és mégis mozog a Föld. Ezt a problémát valahogy ki kell küszöbölni, ez jóval a CCD-s időket megelőzően is így volt, és ezért a távcsöveket mindenféle trükkökkel ruházták föl, megdütötték a tengelyt, motort tettek rá, stb. De egy dolog azóta is megmaradt, ezt soha nem tudták olyan pontosan megtenni, hogy a fényképezőgép akármilyen technológiát is használ, gond nélkül automatikusan ott lehetett volna hagyni a távcsövön felszerelve, és készítette volna a felvételeket egymás után. A manapság legelterjedtebb módja ennek a hibának a kiküszöbölésének, hogy a mindenki által, vagy majd mindenki által ismert vezető távcsövet, vagy vezető CCD-t alkalmazzák, amikor is a csillagos égről egy optikai visszacsatoló jellel, mint szabályozási visszacsatoló jellel módosítják a távcső meglévő saját vezérlését, és így módon hát minimum a rektaszenziós motort, de pólushiba, egyéb beállítás és egyéb problémák esetén a deklinációs motort is adott esetben mozgatja az elektronika. Bár én előre bocsánat. Tehát én magam, ezt be kell vallanom töredelmesen, hogy nem vagyok egy Éder Iván szintű természetfotós. A természetfotós igen, de nem égfotós. és a fotókat én még annak idején, amit csillagászati képeket csináltam, többnyire az még emulzióval készítettem. De azért próbáltam ezt megfelelő mérésekkel és fotókkal alátámasztani. Ezekről majd néhányat szeretnék bemutatni, nagyon tanulságos képekről van szó. Most egy picit, ha nem haragusztok, kénytelen vagyok a gépészetbe és az automatikába egy kicsit belemerülni, de csak nagyon minimális, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan is működik az eszköz. Ez a
az eszköz, mint említettem, TDM, Telescope Dry Master névre kereszteltük azért, hogy az angol szász nyelvterületen külföldön is viszonylag egy jól csengő névnek képzeltük el, hogy ilyen legyen. Ez az eszköz egy úgynevezett standalone alkalmazás, tehát nem szükséges hozzá se számítógép, semmilyen más segédeszköz. Természetesen a távcsőnek a saját vezérlője kell, hiszen az mozgatja magát a távcsövet, és ez az eszköz gyakorlatilag ugyanúgy, ha nagyon hasonló elven, mint az Autoguider, egy visszacsatoló jellel korrigálja a hibát. A nagy különbség a kettő között, a generális különbség abban van, hogy két dologban van. Az egyik az, hogy itt a visszacsatoló jel nem az égboltról, a csillagról jön. Tehát magyarul, ha valaki elfelejti felhúzni a kupolát, most direkt mondok egy blőtt példát, akkor is ez a berendezés, ez, hogy mondjam a shoe point, amit a végére tartogattam, a plusz-minusz fél ívmásodperces pontossággal tudja tartani a csillagpozíciót. De nyilván nem lehúzott ablaknál használják az eszközt. Pista mondja, hogy siessek, igyekszem. A távcső a visszacsatoló jelet, mint mondtam, nem a égboltról, hanem itt a, ha nem tudom mennyi látszik, de majd utána is meg lehet nézni, itt most egy EQ6-os mechanikának a rektatengely végére felszerelt adapterrel, felszerelt encoder szolgáltatja. Ebben az a újdonság, amit még eddig amatőr, legalábbis sorozatgyártásban gyártott mechanikákra nem használtak még soha, hogy itt az encoder a rekta tengelynek a végére közvetlenül mindenféle tengelykapcsoló és áttétel nélkül van felszerelve, tehát gyakorlatilag az encodernek a tengelye az együtt mozog a rekta tengellyel. Innentől kezdve minden periodikus hiba származon a csigakeréktől, csigaorsó áttételtől, a meghajtásnak a fogaskerék zaja, vagy a motornak az egyenletlensége, ez mind megjelenik ott, és ráadásul nem csak a periodikus hibák, hanem értelemszerűen az aperiodikus hibák is. Tehát, hogyha például, amit én magam is tapasztaltam, majd fogjátok látni a mérési görbéken, ha például nem elég tiszta, nem elég jó az összeszerelése, a technológiája a csapágyazásnak, és van valami kis porszem a csapágy futófelületen, az is nagyon szépen látszik, hogy gondot okozna, de a berendezés az nyilván ezt is érzékeli, hogy a rektatengely nem úgy forog, ahogyan kellene, és korrigál. A berendezésen négy finom kis dílkapcsoló van, amivel finom hangolást lehet végezni. Ezek közül az egyik az a beavatkozásnak a frekvenciáját állítja be. Maga a mérés, tehát a fordulatszám mérése a 120 Hz-es frekvenciával történik, tehát másodpercenként 120-szor nézi meg az automatika, hogy milyen a fordulatszám. Ebből egy ilyen Gauss-eloszlás alapján számolja a valós értéket, és állítható módon, mint említettem, vagy másodpercenként egyszer, vagy másodpercenként ötször avatkozik be a fordulatszámba a Autoguider inputon keresztül, tehát ugyanazt az inputot használja, ez is, mint az Autoguider, a távcső saját vezérlőjén keresztül. A másik kapcsoló a négyből az a kijelzőnek, ha majd meg fogjátok nézni, a kijelzőnek a felbontását állítja. Az egyik állásban egy digit a középálláshoz képest, ami a zöld LED, egy digit az egy ív másodpercet jelent, a finom felbontású változatban pedig egy nyolcad ív másodpercet, tehát ott 8 LED felvillanása jelez egy ív másodperc eltérést. A harmadik kapcsolóval lehet állítani, hogy a követés sebessége, amire szinkronizál a rendszer, a sziderikus, normál sziderikus sebesség legyen, vagy king rate. Erről is egy pár szót majd szeretnék szólni nem sokára. És a negyedik kapcsoló, most hirtelen nem is jut eszembe, mert mindjárt Pista segít, azzal Pista, a 1 Hz, 5 Hz, king rate, sziderikus felbontás, 1/8, 1. Ja. Igen, azt mondtam, és melyik a negyedik? Vagy 1 vagy 5 Hz-re beosztott. Azt is mondtam, melyiket nem mondtam. Mindegy, majd eszembe jut, elnézést kérek. Lényeg az, hogy a king rate-re visszatérve, annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy mivel itt nincs visszajelzés a csillagos égről, itt azért ennek a rendszernek természetesen vannak korlátai is. A king rate-ről csak annyit, hogy még a 30-as években
Edward Skinner King számolta ki, hogy van egy olyan sebesség, egy olyan átlagos sebesség, amivel mozgatva a rekta motort, a sziderikus helyet, átlagosan az égnek minden területén jobb minőségű, tehát kisebb elmozdulásokat produkáló felvételeket lehet készíteni, mintha sziderikussal készítenék a képet. Most ebben nem menjünk bele, mert hosszú lenne. De lényeg az, hogy ezt is állítani lehet. Viszont amit nem lehet állítani ebben a verzióban, és ez jelenti egyben a rendszer korlátját is, mert nyilván erről is beszélni kell, ez a légköri refrakció hatása, hiszen, és ez sokszor elég jelentős, tehát én ezt ki is számoltam, tehát itt egy 3-5-10 perces expozíció alkalmával, ez rossz irányokban, tehát keleten, nyugaton, horizont közelben, az akár közel 10 másodperc is lehet, már pedig azért az igen jelentős, ami önmagában csíkot húz. A másik ilyen korlátja pedig a pólusraállás pontossága. Természetesen, mivel, mint mondtam, ismételem, nincs visszacsatolás az égről, itt, hogyha a pólus kicsit is nem áll póluson, tehát már a távcsőnek a tengelye nem áll pólusra, akkor értelemszerűen meg fog jelenni a pólusiba a képen. Erre viszont van nagyon jó eljárás, nagyon jó módszer, amit én legalább 526-szor próbáltam ki és használtam, ami a pólusraállást nagy mértékben segíti. Ez ilyen webkamerás és fotó eljárásra történik, csak egy-egy mondatot a kettőről. Az egyiknél, ez egy félig Scheiner, félig King módszer, amit én javaslok egyébként mindenkinek. A Scheiner módszerről csak annyit, hogy a meridián átmenet környékén, ha valaki tudja, miről van szó, akkor jó, most bővebben nem, elnézést nem akarok belemenni, mert arra nem lesz idő. A Scheiner módszernek az első fel, amikor a meridián átmenet környékén égi egyenlítő nézünk csillagot, az teljesen pontos megoldást ad, amivel a kelet-nyugati pozícióját kell állítani a mechanikának. Viszont a magassági állítása, a Scheiner metód az eléggé hogy mondjam, korlátozott mértékben alkalmas, mert azt a keleti-nyugati horizonton kellene elvégezni. 10-20 fok magasan lehetőség szerint a horizont fölött, de ott már elég jelentős a légköri elhúzás, tehát a refrakció, ezért ott csak úgy lehetne megnyugtató pontossággal ezt elvégezni, hogyha mind a két horizonton felváltva végezni az ember, és ezt kiátlagolná, hát ez így elég nehéz ügy. Ehelyett a King módszert használtam én, vagy használom én az utóbbi időben, ahol pedig a pólusról kell készíteni, tehát a pólusra kell fordítani a távcsövet, az északi pólusra, és kell róla készíteni a felvételt kétszer, mondjuk kétszer 10 percben. Ebből az első 10 percben jár az óragép, utána az expozíciót folytatva ki kell kapcsolni az óragépet, és akkor meg leáll az óragép. És egy jellegzetes kis zászlóskát, ilyen kis nyilacskákat fognak húzni a csillagok, mutatok majd erre is képet. És ez alapján kell meghatározni, erre is megvan a megoldás, vagy a módszer, hogy hogyan, hogy milyen irányba kell mozgatni a tengelyt ahhoz, hogy a póluson legyen az óratengely. De minek utána a kelet-nyugatot a Scheinerrel már beállítja az ember nagyon pontosan. Nem is kell sokat gondolkozni a magasságállításon, mert biztos, hogy már csak magasságba kell állítani a távcsövet a King módszernél, és viszonylag hamar, sőt, nagyon hamar, nagyon pontos eredményre lehet jutni. És még van egy plusz előnye ennek a korábbiakhoz képest, hogy itt nem a valódi pólusra állítjuk ezzel a távcsövet, hanem az úgynevezett refraktált pólusra, hiszen maga a pólus látszó helyzete is refrakciót szenved. És szintén ebben a King által írott, 1930-as évek elején írott könyvnek, amit sikerült annélkül megszereznem az USA-ból, ebben van benne egy levezetés, hogy miért jobb az csillagászati asztrofotográfia szempontjából, hogyha nem a valós pólusra áll a távcső, hanem a refraktált pólusra, az is gyorsabb. Egy kis időt kérnék. Ja, időt. Hogy ne csak a 1000 szót, elég hangosan próbálunk beszélni, ezzel sem hangosabb, ha bekapcsolom, akkor sem hangosabb. De hangosan beszélsz, jó az így. Majd igyekszem, akkor jó hangosan, és lassan beszélni. Az otthoniak nem hallanak. Akkor most remélem az otthoniak is hallanak. Tehát Pap István vagyok, egy pillanatra magamhoz ragadom a szót. A képernyőn, hogy ne csak 1000 szó legyen, legyen ami látvány is, lejátszanánk egy olyan felvételt az Attila demói közül, amely egy valódi mérést mutat a TDM-mel. Kezdetben itt a kék görbén lehet látni a rekta tengelyen mért hibát,
lehet látni, hogy szét nagy periodikus hibával működik az EQ6. Majd alul, mikor megjelenik egy kis fehér emlém, hogy most bekapcsoljuk a TDM-et, onnantól kezdve lehet látni, hogy a hiba a plusz-minusz 1 másodperces sávon belül marad. Ez a mérés úgy történt, hogy a képernyő bal oldalán egy CCD webkamera látható, egy Autoguider K3 CCD Tool szoftverrel. Az Attila egy olyan nagyon klassz mérési módszer talált ki, hogy itt nem visszaszabályzunk gyakorlatilag a méréssel, mint a szokásos módon, amikor autoguiderezik valaki, hanem azt mérjük, hogy a TDM milyen hibával követi az égen a csillagot, és hogyan tudja korrigálni a távcsőnek, a rektatengelynek periodikus hibáját. Ezen a kis görbén, hát mutogatnám, odaérne a kezem. Jaj, Attila, segíts! Igen. Ez jó ötlet, bocsánat. Nem is fél hülye ötlet, ugye? Tehát ez itt, ez a kis ábra mutatja a mért hibát. Aki jó felbontással látja itt fent az értékeket, lehet látni a rektának, illetve a deklinációnak és az ívmásodpercben mért hibáját, valamint a trendjét. A tized ívmásodperces felbontása. A lila görbe az a deklinációs tengelyen, deklinációs irányban mért hiba, a világos kék pedig a rekta tengelyen mért, rekta irányban mért hiba. Ez itt maga a CCD kamera látómezeje, középen a csillag, benne a keresőmezővel, és ugye a normál fókusztávolságnak megfelelő pixel per ívmásodperces feloldással tudjuk mérni a hibát. Ha lejátszom még egyszer ezt a görbét, ugye, ja igen, ezt persze nem mondtam. A függőleges tengelyen ugye ívmásodpercben látjuk a mért hibát, plusz-minusz 30 ívmásodperces tágassággal. Itt a vízszintesen pedig egy másodperces felbontása, ez egy 10 perces mérés, tehát egy 10 perces mérésnek a görbét látjuk. Értelemszerű, mivel általában a csiga orsó az, ami a nagy periódikus periódikus hibát ráteszi a rendszerre, ezért értelemszerűen ki kell várnunk egy teljes rekta csigaorsó periódust, ami ebben az esetben, ugye itt egy olyan 550 másodperc. Akkor igen, köszönöm a segítséget. Akkor lejátsszuk még egyszer. Tehát ugye most a TDM ki van kapcsolva, a Windows-om kicsit ugrabugrával mutatja a gyorsított eredményt, ez egy 20-szoros gyorsítás. Látszik közben, hogy a csillag itt mozog előre-hátra, ugye rekta irányban. És amikor most ezt a fehér emléma becsattan, akkor bekapcsoltuk a TDM-et. És a csillag sem mozog többet. Bocsánat, közben a negyedik kapcsoló, az a szabályzás pontosságát szabályozza, tudjuk, a rendszert lehetőség van plusz-minusz fél, vagy plusz-minusz egy év másodperces pontosságra beállítani. Ez nyilván a körülményektől függ, hogy mikor melyik hasznosabb, milyen a szélrázás, mennyire pontos egyébként is a mechanika, stb. Hát ezt egészen pontosan el tudjuk mondani, ugye ez a TDM-nek a dokumentáció, amit itt látok, legalábbis az ábrás része. Alapvetően az egész eszköz egy plug and play eszköz, tehát bekapcsolom, összeszerelem körülbelül 5 perc a mechanikus insta, 2 perc az elektronikus, és utána ez működik. A 4 darab jumper az valójában csak egy ilyen finom hangolásra szolgál, hogy Attila mondta. Tehát a jumper egyel, itt próbálom mutogatni, ha valaki látja az egerem helyett ezt a nyilat. Ugye ez a sziderikus, vagy a kingrétet kapcsolja, a kettő között nagyon kicsi a különbség. Ugye csupán annyi, hogy horizont, vagy a meridiánhoz közelebb, nagyobb óraszögig kisebb az eredő hiba a kingrét esetében. A display felbontás 1 ív másodperc, vagy 1/8 ív másodperc, ami nagyon nagy érték az 1/8 ív másodperc. Ugye, hogyha most itt fölemelem ezt a TDM-et, amit föl van szerelve, próbálok akkor demonstrálni, vagy inkább ott oda demonstráljon. Inkább majd azt javaslom, hogy a végén, mert le van ragasztva szikszalag, hát most nem tudom föl, kiszedni. És akkor jobban látni minden. A korrekciós frekvencia az 1 Hz vagy 5 Hz, ahogy Attila említette, ez elsősorban attól függ, hogy milyen méretű mechanikán használjuk az egészet. Tehát nagyobb mechanikai szilárdságú, nagyobb stabilitás mechanikán, ugye nagyobb frekvencia, a sokkal kisebb változásokat tud korrigálni, viszont
Ha a kis távcső rakjuk, akkor izgágává teszi a rendszert és szétrázza. A másik pedig a Jumper 4, az utolsó kapcsoló. Ez a korrekciós hiszterézis, ugye ez a hold zóna, ami plusz-minusz fél év másodperc, nagyobb távcsövek esetén, illetve plusz-minusz egy év másodperc kisebb műszerek esetén, ami nem annyira mechanikailag stabil. Így néz ki az Attila kezében az egész elektronikája a TDM-nek. Ez egy tetszetős fekete doboz, szándékosan fekete doboz, ugye, hogy titok, ami benne van. Attila azt nem említette egyébként, hogy az egészet szabadalmi védettség alá vontuk, amelynek a védettségi magyar ilyen szabvány, vagy minek hívják ezt? Regisztrációs kódot már megkaptuk, tehát ez egy védett eszköz, tehát otthon magának mindenki után építheti, ha tudja, de lehetőleg ne forgalmazza, akkor megtámadjuk jogilag. Az 1/8 év másodperc mit jelent? Megmutatom, mit jelent. Attila fölntartja nektek a diszplét, hogy a közönség felé. Egy másodpercesben van, most nem fogad. Ugye? Várjál. És akkor előadom a 1/8 év másodpercet. Nem tudom, mennyire látszik. A lábamat kell nézni, ugye? Én a padlót tudkosom. Ne a lábát nézzék, az büdös este. Tehát arról van szó, hogy amikor 8 darab kis ledet láttok világítani, a közönség felé tartsd, hát közönség akkor, felé tartod, itt is közönség akkor, van. Akkor van egy év másodperces hiba. Tehát azt jelenti, hogy amikor a zöld ledet látjátok világítani középen, akkor a TDM pontosan viszi az egész mechanikát. Amikor a piros vagy sárga led irányba kitér, ugye ez plusz vagy mínusz eltérés jelent az ideálistól, de egy led az 1/8 másodperc, ugye 120 Hz-el van mérve a belső elektronikában ez az egész pontosság. Én megütöm egy picit ezt. Tehát ez egy olyan pontosság, amit általában azért az asztrofotók nem követelnek meg. A kijelzési átfogás, amit ki tudunk jelezni, az plusz-minusz 15 év másodperc, ami azért elég sok periodikus hibában is mérve. Tehát ha valaki lehúzza ilyenkor mondjuk a mechanikáról ezt az autoguider csatlakozót, akkor ugye arra van lehetőség a kijelzőn, mit lát, nem mást lát, mint magának a mountjának, tehát az egész mechanikájának a periodikus hibáját, tehát egy ilyen kijelzőnek is felfogható. Most ezt meg is tettem, átkapcsoltam egy év másodpercesbe, mert 1/8-ban nem fog beleférni, ezek húhatnak a periodikus hibája természetesen. Mert akkor ugye 2,5 év másodpercnél. Most már kezd is mutatni, most már 3 év másodpercnél jár, 4-nél, tehát megy el szépen a periodikus hibája. Na most ez egy kétélű fegyver, mert már volt olyan ügyfelünk, akinek ezt megmutattuk, hogy milyen rossz a mechanikája, és ugye ezt, hát hogy is mondjam, piszkálásnak és inzultálásnak vette. Tehát ez egy ilyen kétélű fegyver, sőt arra is jó, hogy némely gyártók, akik ráírják a mechanikára, hogy plusz-minusz 4 év másodperc, meg plusz-minusz 6 év másodpercen belül van, sajnos egy pillanat alatt meg lehet alázni az adatlapokat, ugyanis rögtön kírja a TDM, hogy mi a valós helyzet. Én hoztam egy csomó szórólapot. Pillanat, mielőtt a szórólapokra átadom visszavenném, és akkor szóval csináljuk azt, hogy a... Ez jó, nekem van. Áttettük a pendrive-val a képeket. Azt szeretném kérni, hogy azokat nézzük már gyorsan végig, mert mutatnék. Amíg a képek jönnek, elállok innen, ezt csak azért raktam föl ezt a plakátot, ezt nem ide készítettük, bár nem akarom megsérteni a nagy érdeműt. Voltunk Németországban az Esseni ATT show-n 2 vagy 3 hónapja, akkor debütált, vagy az volt mondjuk úgy a bejelentés napja, hogy ezzel elkészültünk, és arra az eseményre készítettük ezt a paravánt. Megmondom őszintén, szerintem Pista sem, meg én sem vártuk, hogy mekkora sikere lett. Tehát egymást küldték a nevesebbnél nevesebb távcsőgyártók a standunkhoz, és mindenki ott ugrálta a távcső mellett, és nézték, hogy mutatja. Úgyhogy... Onnan tudtuk, hogy valaki minket keres, lehetett látni, hogy tömegen így egy ember keresztül vált, hogy macróval húzták volna felé, úgyhogy mindig is húzottunk hátra. Igen. Úgyhogy neveket még nem szabad említenünk, de elég komoly érdeklődés van nagyon-nagyon komoly gyártók, forgalmazók részéről. Plafonra vidézz. Majdnem jó, csak egy-két centig. Szerintem hagyjad, nem örökes. Hát hagyjad, nem szóval. Jó az ott szerintem is. Hagyjad, Pista. Jó. Lényeg az, hogy
azt örömmel újságolhatom, hogy külföldre már több mint egy tucat értékesítésünk történt. Magyarországon is van néhány berendezés már. Szeretném legelőször kiemelni a Kereszti Zsoltot, aki most nincs itt, de ő volt az első olyan tesztelő rajtam kívül, aki megfelelő berendezéssel, mert nekem sajnos ez a idézelbe sajnos, hogy EQ6-tal próbálkozom fárasztani az eget. Neki egy komolyabb mechanikája, komolyabb távcsővel, van 16 centis mid távcsővel és egy Fornax mechanikával dolgozik, és ő tudott olyan expozíciókat készíteni, például a honlapomon is rajta van, ez a www.mda-teles-op.com, ez a kooperációra utal. Referenciaként fönt van a weboldalon, ami 10 perces expozíció az ő távcsővével, ami közel 3 méteres, ha emlékszem a fókuszat, 2,7 méteres fókusszal, 10 percet exponált, autoguider nélkül. Pedig a Fornaxoknak is, mint tudjuk, elég jelentős pedagógus hibája van, ha nem is 40 másodperc, de 8-10 biztosan van. Na most, ez már onnan van az én? Nem. Van egy lézerpöttyünk, bocsánat, akkor visszarakom a szót, csak egy felfedeljük. Ugye a felső ábra az, amit egyébként az Attila... Bocsánat, újra kezdem. Tehát magamhoz ragadom a szót egy fél percre. Sikerült egy lézerpöttyöt szerezni. A poszteren a felső ábra az, ami a lényeg. Az Attilának van egy honlapja, a www.mda.hu, vagy mda.com természetesen. Nem mda.com. mda-teles-co.com, illetve a www.tdm, tehát tdm.com oldalról fel tudtok menni. Az ábra ugyanazt takarja itt, mint amit az előbb próbáltam videón előadni. Van egy EQ6-nak egy valódi mért periodikus hibagörbéje. Jól látható, hogy egyetlen egy görbe sem ugyanaz, mint a másik. Erről majd egy szót fogunk ejteni, hogy miben több a TDM, mint a szoftverpec. És amint bekapcsoltuk itt a TDM-et, innentől kezdve a görbe kisimul, és hogy jobban lehessen látni, van egy ilyen zoomolt rész, ahol plusz-minusz egy másodpercen belül marad a hiba, sőt, azt is tudom mondani, hogy az idő 90%-ában, tehát expozíciós idő 90%-ában a hiba az plusz-minusz fél év másodperc alatt marad, bár, még egyszer hangsúlyozom, ez csak egy EQ6. És ez még az plusz-minusz egy év másodperces beállításban készült, nem a felesben. Most, ami a egésznek a mély működési elvét illeti, mint mondtam, ebben egy szabadalmi újítás van, tehát ezt nem kívánjuk megosztani a tisztelt közönséggel. A Attila, amit elmondott, van egy szenzor a rektatengely végére szerve. Ez rendkívül fontos, hogy a rektatengely végén van, ugyanis ilyen módon a hajtásláncban levő összes hiba kiküszöbölésre kerül. És itt a lényeg, hogy miben több a TDM, mint a szoftverpec. Aki tanult egy kis matematikát, tudja azt, hogy ha egy áttételben több frekvenciális amplitudójú tag van ugye a fogaskerekek miatt, akkor nem csak az alap harmonikusok lesznek az eredendő periódikus hiba görbében, hanem ugye hozzáadódnak a felharmonikusok is, mégpedig a frekvenciáknak az összegekén. Tehát ez az oka annak, hogy hiába tanít be valaki akármelyik távcsővével egy szoftver PEC funkciót, nincs két teljesen egyforma periódikus hibagörbe lefutás. Tehát egyszerűen elvileg is képtelenség szoftveres módon, visszacsatolás nélkül, hardware visszacsatolás nélkül tökéletes követést elérni. Természetesen jó eredményeket el lehet érni, de a TDM az tökéletes eredményt produkál két apró fenntartással. Az egyik az, mi csak arra vállalkozunk, hogy a rekta tengelyt állandó és nagyon pontos szögsebességgel forgatjuk. Azt nem mondtuk, hogy ha a távcső nincs pólusom, akkor is tökéletes képet készítesz. Pista, ugyanazt a dolgot kétszer nem mondjuk el, mert egyfolytában erről beszélsz. Így van. Úgyhogy inkább azt kell, gyorsan pörgessük végig azokat a képeket, amit én most ezt még, ha itt vagyunk, akkor még erről egy szót. Ez a Gyulai Astrophysics távcsőnek a periodikus hibája, egy Astrophysics mechanika. Eddigi tapasztalatom során elég sok mechanikát meg tudtam már nézni, de messze nem eleget, ez még mindig a töredéke az összesnek. Ez a legjobb. Mint látszik,
durván olyan 12-14 év másodperc a periodikus hibája, ha összeadjuk a teljest. Akkor azokat, amiket átmásultunk. Mehetünk sorba az elejétől, mindegy. Ez gyakorlatilag a itt lévő képnek a forrása, tehát ez annak a mérésnek a konkrét eredménye. Mint látható, jóval plusz-minusz egy másodpercen belül van, és szeretném fölni a figyelmet, ez 1000 másodperc. Tehát ez elég hosszú időszakban. Van benne egy kis lebegés, de ez nem érdekes most. Ez az a görbe, ami annak a forrása szintén, amiből a reklám készült, tehát ezek valódi mérési görbék, nem a grafikus Photoshop-pal csinálta a reklámba. És EQ6-tal. Látszik, hogy ez az én EQ6-om egyébként, ez konkrétan, ennek plusz-minusz 20 másodperc durván a követés hibája eredetileg. Következőt kérem. Ez az otthoni felállítás, csak azért akartam megmutatni, hogy egy ilyen vasbeton, bevasalt vasbeton állványon áll a távcső. El lehet képzelni, hogyha itt ugrálunk mellette, akkor egy sima mezei felállításnál azért ez messze nem kielégítő. Tehát ehhez azért megfelelő háttér is kell, hogy ez a pontosság teljesíthető legyen. Azt hiszem elég demonstratív volt, hogy itt tényleg hangyatüsszentésnyi eltérésekről beszélünk. Következő. Ezt én készítettem, ezt a képet, nem azért, hogy a legjobb égfotósaival versenyezzek, ez csak egy demo felvétel. Ha jól emlékszem, ez 5 perces kép volt az otthoni csillagdámról. Látható, hogy a csillagok mennyire kör alakúak maradtak. Nem manipuláltam a képet, csak egyszer egy dark levonás történt, semmi más. Ez csak egy flatterről, ne beszéljünk most, mert nincs elég idő rá. Fölöslegesen van itt. Nem tudom, ez... Vannak dokumentumok, Ezekbe menjünk bele, és ezeket a görbéket. Csak gyorsan pörgessük végig. A TD-ben Mizser Attila látszik, ami mászkálatban. Jó. Tehát itt szintén egy mérés, egy EQ6-os mérés, a 25 monocerotiszt mértem, és itt látható a hiba bekapcsolt. Most nem látom, de ez szerintem ez durván egy év másodperc lehet, nem látszik a lépték. Egy vagy két év másodperc. Igen. Na, csak ez hát így hosszúdalmas lesz így, ez így nem jó. Jobb lett volna a jépekben. Itt tipikus hibákra szerettem volna, ha valakit érdekel, ha kicsúsztunk az időből és kell a következő előadónak is nyilván idő, akkor utána szívesen megmutatom, mert nem lesz most már, tessék? Nem lesz idő ezeken végigmenni. Ez, igen? Jó, köszönöm. Ez például egy meridián környéki mérés, ami azt mutatja, hogy a deklinációs beállítás, tehát a horizontális beállítása a pólusnak az tökéletes, mert gyakorlatilag itt megint nem látom a számot, de általában 5 perceket mértem, tehát 300 szekundum. Ugye, annyi? Tehát ez 5 percen keresztül a deklináció abszolút nem mondult el a csillag. A TDM az szuperül megfogta úgy, ahogy kell, csak éppen van egy magassági pólus hiba, és ezért a rekta sebesség eltér a szükségestől. Következőt nézzük meg. Na, ez például egy tökéletes görbe, gyakorlatilag ez amikor már be van pólusozva a távcső, abszolút póluson van, ilyen periodikus hiba görbét, ha valaki nekem tud mutatni, autoguider nélkül, meg TDM nélkül, akkor lehidalok. Tehát ilyen nincs, a világon nincs ilyen mechanika. Tehát ezzel volt lehető, vált elérhetővé. És az időrövidsége miatt most a többit hagyjuk, inkább az érdekeseket akarok mutatni. Nézzük meg, menjünk egyen följebb, és a Celestront. Nézzük meg a csapágyhibásokat. Volt nálam egy Celestron CGE mechanika, ami nem olcsó, mint tudjuk. Ugye nem olcsó egy Celestron cége, mert 1 millió forint fölött van. Ez a mérése, miután többé-kevésbé pólusra húztam,
látszik, hogy viszonylag jól megy a görbe. Van még egy kis pórus hiba maradó, de ez viszont már nagyon hosszú, ez itt mennyit mutat? Nézd meg, légy szívesen, nem látom. Ez az érték. Mennyi? 1300-1400 szekundum. Tehát ez már itt fél órához közeledik lassan. És itt látszik egy rekta tüske fölfelé, egy rekta tüske lefelé, megint, és vele szinkronban egy kisebb ugyan, de deklinációban is föl lett. Tehát magyarul a TDM az óragépet így tekerte, csak éppen a csapágyban volt egy hiba, egy kosz, amin átgördült a csapágy görgője, és elnyomta a tengelyt, az óratengelyt, és oldalirányba nyomta, tehát se fölfelé, se vízszintesen, elég kicsi az eső, hogy éppen úgy nyomja, hanem mindök, mert ha csak egyik irányba nyomta volna, akkor csak az egyik görbébe lett volna tüske, ugye a másik az megy simán. Egy mondatot gyorsan közbeszúrok, mert nekem ez egy teljesen nagy élmény volt. Tehát ugye miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy egy szögír másodperces hibákról. Ez azt jelenti, hogy a szemlélet... Mindig elfelejtem. Tehát egy mondat közbeszúrás. Tehát ugye miről beszélünk? Egy szögír másodperces hibáról. Ez mit jelent? Hogyha egy egyméteres sugárom, egy méter hosszú rúdom, mozgatok 5 mikrométert, 5 ezred millimétert, az egyenlő egy szögív másodperc hibával. Tehát amit itt látunk, ez megdöbbentő, de ez gyakorlatilag ez a mikrométernek a tört része. Hiszen ekkora az átmérő, és nem egy méter a csapágyban. Igen, vagy még szemléletesebb, egy 100 forintos 5 kilométerről látszik egy másodpercnek. Na, summa summarum, lényeges, hogy ez egy EQ6-os mechanika, így jön ki a szerelősorról, tehát egy tisztítás arra is ráfér. El kell, hogy mondjam itt most a széles publikum előtt, hogy eddig nem volt a kezemben olyan mechanika, amire azt mondtam volna, hogy na, ez rendesen össze van rakva és jól meg van csinálva. A legjobban, a legeslegjobban ezt az Astrophysics közelítette, a gyulai Astrophysics. Majd mondom azt is most a végére az árakkal együtt. Még egyet nézzünk meg ugyanitt a CGE sorba. Van a csapágy, azt is lehet mindegy. Ez egy másik tipikus hiba például. Ez idáig szépen vezet, egyszer csak így eltolja és itt folytatja tovább. Ez nem a TDM-nek a hibája természetesen. Itt van a kezemben a mutató, de hülye vagyok. Tehát ez az ugrás, ez itt azt jelenti, hogy rekta irányban ennyit elment a mechanika, és ez azért történt, mert két oka lehet, vagy túl nagy a holtjáték, és jön egy széllöket, ami odébb teszi az egészet, átülteti a másik végére, de akkor vissza is jönne, olyan is van. Vagy pedig a másik, hogy axiális irányban az orsó nincs összefeszítve, és tud mozogni, kotyogni. És amikor olyan nyomatékkal terheli a rendszer a orsót, hogy ez megindul, akkor szépen lassan fölkúszik, közben a csillag így szemmel láthatóan megy odébb a CCD felületén, és amikor eléri a másik végpontot, akkor utána szépen követ tovább. Tehát a mechanikák viselkedése nagyon kritikus. Tehát amikor az ember már fél év másodpercet akar, meg egy év másodpercet akar tartani, akkor ez a TDM sem csodafegyver, erre akartam kiukadni. Tehát hiába van egy ilyen eszköze valakinek, az EQ3-at, meg az EQ1-et, meg nem tudom mikre, nyilván fölösleges föltenni. Tehát én úgy tapasztaltam, hogy az EQ6-os, esetleg az 5-ös, azt most fogom majd kipróbálni, egy 5-ösre is csinálok, meglátjuk, ez az abszolút határeset szerintem, ahol már meg lehet próbálkozni, de az EQ6 esetén is csak úgy, hogyha kellően fixen meg van fogva, ki van tisztítva, ki vannak javítva a gyártási hibái, stb., de úgy végül is tud működni, én is így használom. Végezetül pár szót arról, hogy milyen típusok vannak jelenleg, és hogyan forgalmazzuk. Ugye, mint említettem, EQ6-tal indultunk, tehát azzal teszteltük. Azóta elkészült a Celestron CGE, amit néztünk, adapter, Losmandi G11-es adapter, Astrophysics 1200-as adapter, a Mead LXD75 adapter, ami itt a Szarka Leventék biztos tudják, hogy ez minek felel meg, mert ezek itt különböző neveken ugyanazokat a mechanikákat sokan forgalmazzák. Tehát ez valószínűleg máshoz is jó, illetve jelenleg van fejlesztése, tesztelés alatt az LX200-ashoz,
és most valószínűleg a jövő héten, vagy azt követő héten az EQ5-öst is megnézem, hogy azzal mire lehet jutni. Túl optimista nem vagyok, de attól függ, még egyszer mondom, milyen a mechanika minősége, tehát tudja ezt a pontosságot produkálni. A fejlesztés irányairól egy dióhéjban egyetlen egy mondat, azt a nagy hiányosságot, hogy nincs az évről visszacsatoló jelünk, a következő változattal ez már úgyis kikerült a szellem a palackból, tehát ez most már, aki ismer minket, azt tudja. A következő verzió az Autoguider jelét is fogadni képes lesz, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tökéletes vezetés oldható meg. Tudni, hogy nem kell fényes vezetőcsillag után rohangálni, sőt, minél halványabb a vezetőcsillag, annál jobb lesz a helyzet, hiszen ez 5 vagy 1 herccel avatkozik be, hogyha hasonló frekvenciával egy másik vezérlés is beledumálna, az műszaki problémákat okozza, lengéseket, stb. Ezért sokkal jobb, hogyha legalább egy nagyságrenddel nagyobb frekvenciával avatkozik be a másik vezérlés, konkrétan az Autoguider, tehát olyan vezetőcsillag kell, hogy 10-20 másodperces frissítéseket tud produkálni, és akkor gyakorlatilag a pólusiba és a refrakció is kiküszöbölésre kerül, ez pár hónapon belül szintén meg lesz. Az ára a terméknek végszóként nem olcsó, sajnos, de az encoder sem olcsó bele, az elektronika. Az EQ6-os verzió az 895 eurós áron szerepel, plusz áfa, az összes többi pedig 995, ez durván olyan 200-230 ezer forintos nettó árat jelent. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, hogyha az érdeklődésből komolyabb lehetőség lesz a távcsőgyártók részéről, akkor lehet, hogy nagyobb sorozatban, nagyobb volumenben lehet gyártani, és akkor még olcsóbbak lesznek az árak. Röviden ennyit erről, köszönöm az érdeklődést, és később programon kívül, hogyha valakinek van további kérdése, vagy szeretné megnézni közelebbről, akkor szeretettel várom. Köszönöm. Köszönöm szépen.